Olcsón és gyorsan szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com oldalát, és használd a Bazsi kuponkódot 500% kedvezményért. Na szavaztok, srácok, itt vagyunk egy újabb Liverpool karriermód részben, hogyha jól tudom, akkor a 16. epizódban. És onnan folytatjuk, ahonnan egy hónapja abba hagytuk. Hát, megint régen volt. De hát ez van. Viszont, játszunk ma a Newcastle ellen, a Porto ellen, City ellen, és még ki tudja, ezt a két meccset ezt nem biztos, hogy lejátszom, mert a bajnokságot annyira nem akarom erőltetni, meg akarjuk nyilván nyerni, de két meccses előnyben vagyunk, szerencsére, úgyhogy ezzel nincsen probléma, illetve a Portót azt hiszem idegenbe vertük meg 3-0-ra egy-két epizóddal ezelőtt, úgyhogy itt is simán tovább fogunk jutni szerintem szimulációval. Viszont mindenképpen játszunk a City ellen, és hát meglátjuk, hogy még mi lesz itt. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele a dolgokba. Én amondó vagyok, hogy B csapattal nyomjuk itt a Newcastle ellen. Jók meg minden, de kicsit pihentetünk, úgyhogy kezdjünk egy kis szimulációt gyönyörű szépen. Jó lenne azért nyilván nyerni, ha bár mondjuk nem biztos, hogy sikerül, de azért szerintem rajta lesznek a játékosok, nézzük is. Első 20 percben nem nagyon történt semmi. Igazából kaptunk egy gólt 34. percben. Ez csodás. Solanke talán megmenti a csapatot, ki tudja. Van még idő bőven kiegyenlíteni, aztán ha kikapunk, akkor így jártunk, semmi probléma. 2-0 kikaptunk, jól van. Nincsen probléma. Várható volt amúgy, de ahogy mondtam, igazából ez sokat nem jelentett ez a mérkőzés. És hazai pályán pedig a csapattal lenyomjuk szépen a Portót, remélhetőleg. Először egy kis edzéscsapatunk, mert az is fontos, hogy fejlődjenek a fiatal játékosok, nyilvánvalóan, és akkor bele is kezdünk a Porto elleni mérkőzésnek a szimulációjába. Hát igazából 4-0-ra kéne nyerjenek, úgyhogy sok esélyt én arra nem látok, hogy innen kiessünk, főleg nem első csapattal, úgyhogy igazából ez egy 100%-osan nyert dolog ez a párharc, így meg főleg, ugyanis megszereztük a vezeti 2-0, gyönyörű. Hát ez egy kiütéses győzelem lesz itt a Porto ellen, eddig 5-0 összesítésbe. Nézzük, hogy történik-e még valami itt a második félidő vége felé. 3-0. Még egy-e? Nem, jó. Hazai pályán is 3-at vertünk nekik, csodálatos. Úgyhogy összességében 6-0-val küldtük haza a Portót, és jutottunk a negyed döntőbe, hogyha jól tudom, ahol az ellenfelünk még nincsen meg. Viszont most játszani fogunk egy kupa negyed döntőt a City ellen, méghozzá az FA kupa negyed döntőjét. Ez oda-visszavágós, vagy nem? De szerintem ez oda-vissza... Na, ha bár mondjuk nem biztos. Mondjuk ez itt... De, ja nem, ez egy kupa döntő volt. Már kiderül. Minden esetre hát azon leszünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nagyjából kipihentek a játékosok, és igazából nincsen semmi probléma. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy vágjunk bele gyönyörű szépen a mérkőzésbe, és hát nyerjük meg mindenképpen, hogyha tudjuk. Az előző részben megvertük a Cityt, úgyhogy most is kéne menjen. Az angol FA kupa és a Liga kupa, azok olyan kupák, amik igazából sokat nem érnek, legalábbis az én szemembe. Talán az FA kupa az, ami komolyabb dolog, ugyanis, hogyha megnyered, akkor valami Európa Liga indulási jogot kapsz, de hát most nekünk ezzel problémánk nem lesz, ugyanis hát valószínűleg nem, hogy Európa Ligába fogunk bejutni, hanem BL-be is. Igen, Firmino, Sterling, közép. Jó, Coutinho 1-0 13. percben. Philippe Coutinho a gólszerző, mert kicsit közelül a kamerához. Sorry, hogyha nagy volt a fejem.
1-0. Egyből itt a mérkőzés elején, második gólja Coutinho-nak a fakupában. Nagyon jó, fontos gól lehet mindenféleképpen. Tartsuk meg az előnyt, hogy hát igazából még itt próbáljuk meg egy kicsit növelni is, hogyha lehetséges, aztán akkor nem lesz semmi para. Aguero, jó, Tom Hinton szép védés. Nagyon jó, Firmino. Csak nehogy kapufát lője, 2-0. 31. perc, eldőlni látszik a mérkőzés. Hát ezzel nem mondjuk a védelem sok minden nem tudott csinálni, az a helyzet. Nézzük meg még egyszer. Egy passz, hát egy kicsit lemaradt az Otamendi. Többiek meg már nem nagyon érhették utol. Ederson meg nem tudott védeni. Aguero, mekkora kapufa. És még megvan, Silva. Aguero. Aubameyang, jó a blokk. A második fél időben azért erősebb a City, mint volt az elsőbe. És 2-1-re szépítenek. A cserejátékos Kevin De Bruyne. Ez nem volt rossz, ez nem volt csúnya, esküszöm, nézzük meg még egyszer. Gyönyörű passzjáték. Bakker, amúgy tényleg nagyon szép volt. Hittem beleér, de csak még inkább beüti. Nem baj, 2-1 az állás. Semmi probléma nincsen. A 2 perc a hosszabbítás, ebből nagyjából már egyel is telt. Meg kéne állítani itt ezt a támadást, és akkor le is fújhatná a spori. Így is van, jól van, srácok. 2-1 a végeredmény. Az, hogy tovább jutottunk, az egy kérdés számomra jelenleg, mert nem vagyok benne biztos, hogy nem 2 fordulós ez a dolog már, de mindjárt megnézzük. Viszont, hogyha tovább jutottunk egy meccsből, akkor tovább jutottunk egy meccsből. Na srácok, hát nagyon úgy tűnik, hogy tovább jutottunk. Aztán megnézzük, hogy lesz-e meccsünk a Spurs ellen, és akkor már végleg kiderül a dolog. De szerintem a Liga kupa az a kupa, ahol oda-visszavágók vannak. Nézzük. Így van, tovább jutottunk itt a Spurs elleni elődöntő. Jól van. Akkor viszont most hazai pályán fogunk játszani a West Ham ellen. Szerintem B csapattal, az úgy korrekt lesz, és akkor utána szimulálunk egyet A csapattal hazai pályán a Watford ellen, és akkor lesz egy kis pihenő. Ezt meglátjuk, hogy még belefér-e a United ellen idegenbeli meccs, majd kiderül, viszont akkor B csapattal nekivágunk a West Ham elleni meccsnek, hát jó lenne megnyerni igazából. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont én a mondó vagyok, hogy kezdjünk bele. Na, kezdődik is a mérkőzés. Élőben az Anfieldről nem szabad lebecsülni a West Hamet, mert jó csapat, viszont mi jobbak vagyunk. Antonio. Azt azért illet volna leszerelni. Az nem jó. Az nagyon nem jó. Ájú, az úgy, hogy maradt üresen ennyire. Bakker. Kinek kellett volna fogni, ott volt 3 védő között. Azt a rohadt. Azt hittem benne van, hallod. Jó, az viszont nagy labdaszerzés. Chamberlain. Jó, 1-1, gyönyörű. Erről van szó. Nyugi, meg leszed. Alex Oxlade-Chamberlain. Mané. Jó. Sadio. Vagy a rák se tudja. 2-1. Megszereztük a vezetést. Jó, hogy betettük Mané, aki ugye hát sajnálatos módon kiszorult a kezdőcsapatból. Most meg tehát próbál visszakerülni. Ezt be kéne adni, ott jön a Mané. Mané megmutatja, hogy nem egy szarjátékos tényleg. 3-2. Helyett 3-1, bocsánat. 3-2-nek annyira nem örülnék, de hát nyilván. Lehet ilyen is, ez egy gyönyörű, szép fejes hót erőből beküldte. Így van, megnyertük a mérkőzést. Hát azért kicsit döcögősen indult, azt kell, hogy mondjam. Ugye vesztésre álltunk, de jött azért 3 gól. Itt egy nagy védelmi hiba volt azért, Bakker. Na mindegy, srácok, megnyertük, szereztünk 3 pontot. Mi kell még? Jöhet a következő mérkőzés. Na srácok, az a helyzet, hogy itt a Sturridge fiú az megsérült. Aminek nem örülünk, de hát ez van. Nem tudunk vele nagyon mit csinálni, viszont
következő mérkőzésünk hazai pályán lesz, méghozzá a Watford csapata ellen, akik meglepetés csapatnak mondhatóak szerintem eddig a bajnokságban. Ugyanis 30 meccsen 50 pontot szereztek, és ezzel az ötödikek, úgyhogy ez ezért nem rossz egyáltalán. Viszont mi pedig az elsők vagyunk, és hát nyilván az lesz a célunk, hogy legyőzzük őket most itt a szimulációban, a srácok nagyjából rendben vannak fizikálisan, és hát, ja, kezdjünk bele, nyerjük meg, hát mondjuk az Arzenát megverték, akkor tényleg nem rosszak egyáltalán, de első csapatta azért csak-csak meg tudjuk őket verni. Aztán, ha nem, akkor pedig elkezdünk keményen koncentrálni a bajnokságra is, csak mivel most van egy kis előnyünk, ezért így egy kicsit el tudtuk engedni magunkat, de vesztésre állunk, bakker. Na azért Coutinho nagyon szépen jött, és egyenlített, még egy gólt, srácok, még egyet. Léci! Hát bakker, leikszeltünk. Erre mondjuk megmondom őszintén, nem számítottam. De x-elt a Spurs is, ami nekünk nagyon király, ugyanis maradtunk az első pozícióban. Na srácok, viszont mára ennyi fért volna bele, következő részben a Man United ellen fogunk kezdeni, és megpróbáljuk őket egy kicsit így leszakítani a bajnokságért folytatott harcban, ugyanis azért itt a négy csapat ez rendesen elől van, ugye Chelsea, United, Spurs és mi, úgyhogy jó lenne megverni a United-et. És a következő rész megígérem, hogy nem egy hónap múlva lesz, vagyis hát igazából rajtatok múlik, mert most úgy döntöttem, hogy ha eléri az adott karriermód videó a 10 000 megtekintést, akkor elkezdek dolgozni a következő részén, és egy héten belül megpróbálom publikálni is, úgyhogy hát lényegével csak rajtatok múlik, 10 000 megtekintés, és akkor igazából jövünk a következő résszel mindenképpen. Igazából azért vannak ritkábban a karriermód videók, mert nagyon kevesen nézitek, az átlag videókhoz képest nyilván, és hát több munka van velük, mint egy pack projecttel mondjuk, amit megnéztek 15-20 000-en. Szóval ja, viszont akkor találkozunk remélhetőleg minél hamarabb a következő részben, srácok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és ennyi. Szevasztok!